A Várhosszúréti Falunapok műsoraiból készített összefoglalót a teljesség igénye nélkül elsősorban azoknak ajánljuk, akik szereplőkként vagy nézőként vettek részt az államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnepségeken. A díszbe öltözött község lakosai szeretettel fogadták mindazokat, akik Rozsnyóról, a Csermos nyövöldjéből és a távoli tájakról autóval, vonattal, sőt mi több, lovasfogatokon érkeztek a helyszínre. Drócki nem találta. Hej, Drócki, most gyere ki! Hadvár megye, vár ide ki! Egy nappal a főműsor előtt, augusztus 18-án a fiataloké volt a futballpálya. A szabadtéri rockkoncerten bemutatkozott a Mr. Alfred, a Rockwood, a Dreams és a Sexit együttes. Köszöntöm az Iprányi Rockwood együttest, és kérem, fáradjanak a színpadra. Voltunk mostanáig, káros.
kik szabadon éltek haltak. Szolgaföldben nem jutnak át. Következik a Dreams. Most pedig engedjétek meg, hogy bejelentsem az est fénypontját, a már mindenki által várva várt szexi együttes. Szombaton, augusztus 19-én a futballpályán a szakácsok már a reggeli órákban hozzálátnak az incsiklandozó falatok sütéséhez, főzéséhez, hiszen néhány óra múlva kezdetét veszi a főműsor, amely előtt a második világháborúban itt elesett hősökről sem feledkeznek meg a falubeliek. Hey!
Búsan összenéznek, mintha azt mondaná, csak azt ne kérjétek, hiszen jutott könny is vér is, mindenkor szemére. Harmattól ázott, vérrel védték őseink a magyar igazságot. Legyen is a nevük sporú, mindig, mindig áldott. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Engedjék meg, hogy szeretettel üdvözöljem Önöket községünkben az első Várhosszúréti napokon, a Várhosszúréti Falu Alapítvány, a községi önkormányzat, a Csemadok helyi szervezete, valamint a Csemadok rozsnyói területi választmánya nevében. Először találkozunk itt községünkben, Felsőgömör keleti csücskében, hogy énekszóval, zenével és tánccal idézzük-e tájék múltbéli szokásait, s egyben ezzel igazoljuk tiszteletünket szülőföldünk iránt. Köszöntsük azt a bölcsőringató helyet, ahol a megbecsülés virágára harmatot hullajt a jó akaratú emberek emlékezete. Mert emlékezés a múlt. Történései nélkül nehéz megérteni a jelenkor felgyorsult változásait. Mint vándornak a sötét éjben, úgy világítnak csillagként is minékünk a történelmi jelenségek. Az őrtáró kasznahorkai vár, a roskadozó várhosszúréti Andrássy birtok, a csermosnyavölgyi falvak, zsilip nélkül maradt kohói és malmai, az 1848-as szabadságharc dicső emlékei, jólészi császár András, önfeláldozó jó szolgálata, és sokáig sorolhatnám tovább. A jelen, az itt élő népek dolgos mindennapja. Szűkebb hazánkban, itt Gömörországban, évszázadok óta sorsközösséget vállalnak magyarok, szlovákok, németek és más nemzetiségűek, hogy egymás segítve méltó lakói legyenek ennek a tájegységnek. Sajnos a múltbéli intelmek nem érnek el minden ember észjárásáig. Sokszor a készfogásra simuló kezek ökölbe rándulnak a hamis proféták rosszándékú állításai hallatán. Sokszor elfelejtődik az igazság, pedig ennek megközelítése kell, hogy erősítse az itt élő nemzetségek szabadon választott jövőjét. Ma itt Szent István államalapító királyunk ünnepén szívből köszöntök minden résztvevőt, határon innen és határon túlról. Kívánok Önöknek kellemes szórakozást, ezzel az első várhosszúréti napokat megnyitom. Felkérem Molnár Imrét, Rákóczi Szövetség főtitkárát, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves barátaim, kicsit meghatottan állok itt ezen a színpadon maguk előtt, meghatottan ennek a rendezvénynek a nagyszerűsége láttán,
hogy a falunak az apraja nagyja, azt lehet mondani, bekapcsolódik ebbe a nagyon nemes kezdeményezésbe, melyel a maguk példája nem csak itt Dél-Szlovákia szerte fog elszállni sok-sok falu polgármesteréhez, vagy aktív, tenni akaró emberéhez, hanem ez a példa, hogy maguk így összefogtak, és ilyen csodálatos kulturális rendezvényt, és az azt megelőző még csodálatosabb kulturális tevékenységet kezdtek és folytatnak itt ebben a faluban, hogy ez sok mindenkihez el fog jutni a határon túlra is. Az itt élő emberek számára melyik üzenet lehet a legkézzelfoghatóbb, a leghasznosabb? Nagy örömmel tapasztalom azt, hogy a Fölvidéken egyre több helyen tartanak Szent István ünnepet, megemlékezést vagy ünneplést. Nyilván eddigiekben azért nem lehetett Szent Istvánra emlékezni, mert ennek három oka volt, mert egyrészt mert magyar volt, mert szent volt, és a harmadik azért, mert a neve automatikusan összekapcsolódott a hatalom birtokosainak a fejében a Szent Istváni állameszme gondolatával. Azaz azzal a két háború közti politikai felfogással is, amely lényegében az elcsatolt területek visszaszerzését tűzte ki célul maga elé. Most ez a három üzenet, már eleve üzenet, hogy szent és magyar, és hogy ezek a területek lényegében összetartoznak. Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet a Szent István nevének és az ő történelmi küldetésének a fölismerésével, vagy újra fölismerésével az itt élő emberek automatikusan maguk fedezik fel újra. Hogy ezt összekapcsolják a saját hagyományaik, a történelmük, a kultúrák kultúrájuk értékeinek megőrzésével. Ez azt mutatja, hogy minden különösebb magyarázat és kommentár nélkül, hogy Szent István alakja, küldetése és életműve él az emberek lelkében, hogy nem kell erőltetni ennek az újra felszínre hozatalát, mert magától tör a felszínre. Magától tör a felszínre az a természetes dolog, hogy összetartozik a magyarság, hogy egy kultúrájú, egy nyelvű nemzet a magyarság. Magától értődik az, hogy szentekre van szüksége ennek a népnek, akik képesek önzetlenül saját életüket is odaadva szolgálni ezt a népet, ennek a népnek a kultúráját, jövőjét, mert különben nem lesz jövője és kultúrája ennek a népnek, ha csak az önzéssel a szükséges, de nem mindenek előtt fontos anyagi oldallal törődünk. És a harmadik üzenet pedig az, hogy magyar volt Szent István, az, hogy a magyarságot úgy telepítette le itt a Kárpát-medencébe, hogy együtt telepítette le más népekkel, nemzetekkel békében, és azt mondta, vagy azt hagyta utódjának, hogy legyen mindig az idegenekkel szemben vendégszerető, fogadja be az idegent, fogadjon be minden üldözöttet, ha éppen üldözik, vagy minden menekülőtet, ha menekülnie kell. És azt hiszem, hogy ez mind a mai napig, ez a testamentum érvényes az országunkra is, elég csak körülnézni. Évszázadokon keresztül hozzánk jöttek azok az emberek, akiket a környezetükben, a körülöttünk lévő népek körében üldöztek. Hát azt hiszem, hogy ezek az üzenetek összetartozva egy egységben érthetőek csak meg, és aki ezt csorbítani vagy elvenni akar belőle, az nem Szent Istvánnak, nem az ő alakjának árt, hanem az egész magyarság jövőjének árt. Dióhéjban hogyan foglalnád össze a véleményedet arról, hogy a várhosszú rétiek hosszú évtizedek után ilyen kezdeményezésre szánták magukat? Hát ennek a kezdeményezésnek azt hiszem megvan az előzménye, mert ebben a Csöpnyi kis faluban létezik énekkar, tánckar, zenekar, hagyományos, modern, két színjátszókör. A várhosszúrétiek korábbi kezdeményezéséhez és nemes munkálkodáshoz már csak egy apropó kellett, és a legmegfelelőbb, a legszebb alkalmat és időpontot találták meg erre, Szent István ünnepét. Kedves közönség, kedves vendégek! Várhosszúrét, ez az alig 700 lelket számláló felvidéki kisközség, immár közel 700 éve, ezt az írásos emlékek is bizonyítják, jelen van az 1000 éves Magyarország települései között. 1338-ban Hozuiret néven, mint a krasznahorkai uradalom tartozékaként említik az oklevelek.
Lakossága átvészelte a török dúlást, az első és második világháborút, de a történelem viharaiban sem feledkezett meg kultúrájáról, hagyományairól. A földműveléssel, pásztorkodással, mész és szénégetéssel, tégla és cserépgyártással foglalkozó dolgos hosszúrétiek mindig találtak időt arra, hogy átadják gyermekeiknek kultúrájuk gyöngyszemeit. A következő percekben ebből hallhatnak ízelítőt. Hosszú réti bíró kapujába, leesett a Bernát Erzsébet vagyok. Igen, és ön? Szakály Józsefné. Igen. A Gyöngyvirág folklór együttes már lassan 25 éves itt Várhosszú réten. Önök a kezdettől tagjai. Mi tartja össze ezt a csoportot? A szeretet, talán a tudás is egy kicsit, és mindenkiben van egy kicsit ez a hangulat. Önnek a családja itt volt ma? Igen, itt volt, igen. Tapsolnak anyukának? Igen, az unokám is itt volt. Hogy őszinte legyek, ez a magyar érzés, mondhatom? Hát persze, hogy. Ez a magyar érzés, ez nagyon meg van bennünk. És minél jobban érezzük, hogy így bántanak minket, sőt, ártatlanul, nekünk ez nagyon fáj, és mindent elkövetünk. Mindent elkövetünk, amit csak tudunk, hogy ezt ne öljék ki belőlünk, és megmaradjon bennünk ez a magyar érzés. Legalábbis én bennem, mert szinte libabőr most is fut rajtam végig, ha én erről beszélek. Mert nem én, ha édesanyjának, az édesanyjának édesanyja itt született és magyar volt. Tehát nekünk ez szülőföldünk. És ha ez szülőföldünk, akkor nagyon sok fűzött Szent Istvánhoz is. És nem tudunk neki, igen, hogy hálát adni. És akkor olyan formában, ami tőlünk kitelik, legalább egy olyan formában mutatkozunk meg. Szépen, hogy amíg mi itt beszélgettünk, megérkezik a kisunoka is. Szervusz, hát téged hogy hívnak, mutatkozzak, de... Hogy hívnak, mondjék? Szakalánki. Nagyszerű, és megnézted a nagymamát, amikor szerepelt? Megnézted? Megnézted a nagymamát? Igen. Gondolom, hogy itt van a fiatal generáció, és igen, nekik is szeretnének átadni valamit, nem de? Hát most már elmentek a fiaim még haza, mert van egy kisebbik is, és azt már haza kellett vinni. Igen. És a gyerekeknek énekelnek? Otthon tanítják a gyerekeket énekelni? Igen, igen, tanítjuk. Tud is a kislány. Tud, ez a kislány, amelyik itt volt, tud. Csak hát most biztos még van ijedve, ugye? Mivel telik még a napjuk, ma és vasárnap? Hát, sok minden, főleg templomi arrossal. Úgyhogy itt vallásos nép lakik, vallásos, igen, és ez hozza legjobban össze, ez fűz össze népet egymáshoz, hogy hívünk, vagyis hiszünk, no. Szeretnénk tovább folytatni,
és Szent István az örökké megmarad a szívünkben. Őt elfelejteni, kitagadni lehetetlen. Mi ebben élünk, ezt nem lehet. És szeretnénk a gyerekeinknek ezt tovább adni, hogy tudjanak róla és értékeljék, mert ezt, ha 1000 éves, akkor legyen még 1000 éves. Azt mondják, hogy Korintus Erzsébet az életfa. Itt az együttesben. Persze, hogy vannak mások is, de állítólag ön nagyon finom pogácsát, sőt, sütötte már ma. Igen? Sütöttem, igen. Tessék már elmesélni, hogyan készülnek ezek a finom pogácsák. Igen. Tessék elmondani, a gyártás technológiájáról tessék mondani valamit. Hogy mondjam, hogy egy adaghoz kell 70 dekál liszt, 50 dekál tepertő, őrölt tepertő, 2 dekál élesztő, 2 dekál só. És a család aztán szereti ezt a pogácsát. Nagyon. Amint kiadtunk színházat is, lagzisát. És akkor sütöttek, főztek, hallottam itt az asszonyokról. Bizony. Még apró kalaucs is volt, igazi. Kalaucs is volt, úgy doboltuk, mint régen, valahol falon, no, így doboltak a kalaucsot. Nézzük az esélyt. Voltunk fonóban, fontunk, várták, legények voltak, kartja aztán, tecikéztünk, meg minden függőcski. Mondom, azt mindezt. És legközelebb hová mennek, hol lépnek fel? Ezt nem tudjuk. Gebe Ferenc egyike azoknak, akik gondoskodtak arról, hogy itt a 3 nap alatt lehetőleg mindenki jól érezze magát. Örülök, hogy ilyen társaságban dolgozhatunk, és mindenki csak a falu javát és a magyarság érdekeit szolgálja itten községünkben. Az itteniek mit tennének leginkább magukének a Szent Istváni intelmek közül? Hát leginkább a hitvallást, összetartást, és azt a közösséget kiépíteni, hogy a magyarság maradjon meg minden utókor számára, és hogy ne apadjon ki az az utolsó gyökér.
vagy ki megy egy ott, ki megy a mód. Ki babája, ragyog a mód. Hogy vagy az egyik, vagy a másik, nem vagy a kedves hajtá. Krasznahorka várája nem csak büszke várával és történelmével van jelen a vidék emlékezetében és jelenében, hanem a Csemadok rozsnyói területi választmánya évente ott rendezi járási dal és tánc ünnepélyét, melynek évtizeden keresztül állandó szereplői a krasznahorka várajai dalosok. A szerető abba fésüli maga, göndör haját száz felé fújja hideg szél. Köszönöm, babám, hogy idáig szerettél. Csárdás kalapom, ha felteszem a szögre, másfél évig nem teszem a fejemre. Viselem a republika büszke csákóját, szőkét szeretek, mert a barna megcsalt már. Piros alma begurult a sárba, szedd fel, kislány, ne vesszen az kárba. Én felvettem, megmostam a sártól, mégis elmaradtam a rózsámtól. Ha elszakadja, ültessétek a sírom elejére, mélyen a fekete földbe. Ha leszakadjátok, el ne hervasszátok, ültessétek a sírom elejére, mélyen a fekete földbe. Sako
én más faluban nem leszek senki bolondja. Ne tudják meg az emberek, csalfa babám miért könnyezett. Este legyük a konyadék.
szombati szabadtéri műsor után, amelyben a hazaiakat a Hárskúti, a Krasznahorka várhajai, a Csoltói és a Salgó-Tarjáni Nógrád együttes követte, az est folyamán színházi előadásra is sor került. A darabról a rendezőtől, Bernát Miklóstól még a futballpályán érdeklődtünk. Hát Jókai Mór, a Debreceni Lunatikus című zenés darabját, vígjátékát játszunk, három felvonulásban, négy képben. A helyi, a falusi fiatalokkal játszódik a darab, amatőr színjátszó csoportról van szó, másfél év működünk. A darabbal kapcsolatban tudom mondani azt, hogy a lényeget tulajdonképpen a fiatalokról szól, a szerelemről. A darab játszódik 1800-as években Debrecenben. Egy diákról szól, aki szerelmes egy professzornak a lányába, és a szülők nem akarnak beleegyezni, hogy összeházasodjanak, mert ők kinéztek egy másik professzort, aki kicsit olyan mindenféle beteges és mindenféle, de nem egész természetes igen. ember. Hová készülnek ezzel a darabbal? Hát szeretnénk a környékbeli falvakat meglátogatni, és éppen már kaptunk egy meghívót Magyarországra. Őrte nem tudom megmondani a falu nevét, de kapcsolatot veszünk vele hét folyamán, és nagyon szeretnének ellátogatni neked, de ez egy Kazincbarcika melletti valami kis falu, nem ismerem, kiről van szó. Meg vagyunk oda is hívva, de itt a környéző falvakat egyelőre már öt hely biztos, ahova meg vagyunk hívva. Micsoda, hogy én ki vagyok? Hát Borca? És hogy milyen Borca? Amilyen a kedvesanyom, Dudas Borca. És nem akar menhelyen szolgálokam? Hanem a nagy tiszteletű Tóbiási Mózes és Harangi Ézsajas professzor uraméknál. Tudjak, nagy tisztesség ez, hiszen még a kegyelmes püspök is csak egy urat szolgálat fent az égbe. Na én pedig kettőt. Lehetne szerencsém az igen tisztelt Tóbiási és Harangi professzor urak? Jaj, lelkem, hát ők most nincsenek itthon, de pillanatokon belül itthon lesznek. De addig talán foglaljon helyet itt, csak úgy, mint otthon a kastélypárkia van a friss levegőn. Itt Veronika mellett így, mi? Jön csak le, úr. Magas is szóljon róla senkinek? Nem is. Nem hagyom, hogy kegyelmedő nevesen egész Debrecen. Hamar egyszer a sógorom lesz az erszényen jó volt a bú. Kolléga, úr. Ha mi? Talán Domine nyaviga, azt hiszi. Dalio, salakja, hogy a gyönyörű ábrázatért kerülhet be a családba. Valahogy előtt ilyet. Ó, atyám. Jó, tudom én, hogy mióta világ a világ. Minden tisztességes puriháznak a szülők választják ki gyermekük jövendőbelét. Na és persze mindig azt, akinek legtöbb van a zsebében. Én ezért csak hálával tartozhatom. Ezért lány, az én lányom. Tudja, mi az élet. Mózes! Csak hogy végre megjöttetek! Ne haragudj lelkém, de ma is szintszettek emiatt az altudott lunatikus história miatt. Valóságos polgárháború utalmatából az altatlan disputából, amit vőmurammal folytattunk az utcán. Épp a muram állig győzte vinni az írhajat a feldőlőd négység elé. Hát ti is a lunatikusról vitaztatok? Akkor csak az előbb mi? Bölcs halamul ne hagyjál! Hát már itt van is folyik a pörpatvár körötti. Már itt is kitört a lunatikus háború. Jaj, hát nincs itt féle, nincs itt semmiféle háború, csak éppenséggel egyikünk hiszi, hogy van a másikunk, meg nem. Akarcsak mi. Én hiszem, ő nem. Bizony se. Mi? De én igen. Hogy? Hát a Borcsa is látta, meg a Pajkosné is látta. Máma, majd megint kezdik. Csend! Itt van a hazam a végesség legyen. Jó. Akkor azt mondják, hogy még az a dologból. Semmi, célhalmosság. Az orvostudomány is elismeri, a beteg a lélek, alvaja arra a test. Fizika is bebizonyította, hogy a hold vonzalsa... Ézsajas ez mind szamassal. Asszó, hogy merész? Mózes, ne légy hitetlen! Elég legyen. Jó van, vigyük hát a dolgot bíró elé. Nem megyek én ahhoz. Lányom, lányom, gyöngyvirágom, kerti virág szálom. Elmennél-e a diákhoz, az eszem adtához? Jaj, hanyám, a diák olyan, mint a gyöngyvirág. Elmegyek én ahhoz. Jaj, anyám, a diák olyan, mint a gyöngyvirág. Elmegyek én ahhoz. Úgy van, én a sarka. Mondta, nem félsz? Nehogy, még ilyet nekem. Én, ha maga nyavigór velem van,
Mi maga az fajtas tegez? Tegez, ha mondom, azt nem jól ennek a kezsre vagy puncú vitlagra. Ma nem elég szó, hogy kétszer is meg itt álljuk, két nem csomfogázó. De sokszor feküdt. A színházi bemutatón kevés kivétellel a falu apraja nagyja részt vett, de másnap, vasárnap délelőtt a búcsú alkalmából a római katolikus szabadtéri szentmisén még ennél is többen voltak. Szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emeltet, add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lássunk a dicsőségednek, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. Thank you.
és atyád házát felejtsed el. Íme a király kívánja te szépséget, mivel urad ő hódolatra kér ma téged. A király állja bodon, aranyos ruhában, és vigadozva újongó kísérettel vonulnak ők a királyi lakba fel. A királynő állja bodon, aranyos ruhában. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvérei, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meg. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Thank you.
életben mind fogunk élni szeretettel, jó példával szolgálni embertársainknak, akkor mindenki fog minket követni a jóban. Ezt a magnifikátot mondta el. Magasztalja lelkem a aki évekkel ezelőtt, a nagyobb szorítások idején kimerte mondani együvétartozásunkat, a magyarság együvétartozását itt a Kárpát-medencében úgy. A szentmise után, vasárnap délután a főszervező újabb neves vendéget köszönthetett a színpadon a Várhosszúréti Folklór Együttes körében. Vérel vitték őseinkat, ma
az igazságom, legyen is a nevük sporú, mindig, mindig áldog. Legyen is a nevük sporú, mindig, mindig áldog. Kedves várhosszúrétiek, barátaim, tisztelt ünneplő közönség! Szent István napján gyűltünk össze egy gyönyörű, derűs délutánon megemlékezni arról a legnagyobb magyar cselekedetről, amelynek következtében még most is, itt is, az egész Kárpát-medencében a magyarságról szólhatunk. Jövőre emlékezünk meg a honfoglalás 1100. évfordulójáról, és most itt, ezen a napon emlegetjük azt a Szent Királyt, aki előrelátó képességével és a magyarság legjobb tulajdonságainak ötvözésével megfejtette Európa titkát úgy, hogy európaivá tudta tenni a honfoglaló magyarságot annélkül, hogy saját magát meg kellett volna tagadnia, és függetlenségét eladnia. Milyennek látja az itteni magyarok kedélyállapotát? Nyilván sok emberrel találkozott már. Tele aggodalommal, különösen a nyelvi háború okozta szorongásokkal, mégis, ami igazán csodálatra méltó, hogy önazonosságukban, magyarság tudatukban megerősödve tudják, hogy az egységes magyar nemzethez tartoznak, tudják, hogy ők nem veszedelmet jelentenek Európa számára, hanem a népek közötti együttműködés hídjait kovácsolják, építik, bárcsak tudnák azok is, akiknek az érdekében ez készül. Mit üzen a várhosszúrétieknek? Azt, hogy ebben a tudatban éljék meg magyarságukat, és képességeik birtokában, azzal a tudattal, hogy nem csak tanulékonyak, hanem alkotóképesek is, érezzék jól magukat ezen a tájon. Legyenek boldogok! Vidám hangulatban telt az egész vasárnap délután. A fiatalok tánc bemutatója után a barátságos futballmérkőzésen a szlovákiai magyar újságírók és a várhosszúréti öregfiúk mérték össze tudásukat. Thank you.
bírórák, önöki áll, teret. Igen, meg lesz, most lesz, most mindjárt. Maradnak vendégekkel. A kézkapitány. Jó? Jó vagyunk? Hogy ide tegyük. Jó, oda kiviszi, Zoli bácsi kiviszi. Majd kiviszem én, hagyd ott egy előre fényképezünk. Nem, majd utána csinálsz. Sipszóra, sipszóra, posgáljó előre passzolja a labdát, jó? Jó? Oké. A futballmeccs után favágó, illetve sörívó versenyre is sor került, amely főként a szurkolókat szórakoztatta.